Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Digitális Téma Hét webináriumán. A mai témánk egy nagyon érdekes terület, a kiterjesztett valóságba fogunk egy kicsit látogatást tenni, mégpedig oly módon, hogy egy bizonyos Metaverse nevű alkalmazással nem csak élvezni fogjuk a mások által elkészített feladatokat, vagy ahogyan a Metaverse hívja, élményeket, hanem egy néhány feladattípust meg is csinálunk, tehát mindenki megtanulhatja az alapokat. Ez bőven elég arra, hogy a digitális témahéten már tudjuk használni, de ne felejtsétek el, hogy a legjobb akkor a digitális témahéten a projektmunka, hogyha a gyerekek alkotnak, a gyerekek tevékenykednek, tehát jó dolog ilyen feladatot készíteni a gyerekeknek, de aztán nagyon ügyesen biztatnék mindenkit, hogy ügyesen készíthetnek a gyerekek is ilyen alkalmazások. Átváltok erre, ez a Metaverse Studio, és akkor el is kezdjük a dolgot. Na most... Ahhoz, hogy tudjuk, hogy miről van szó, egy kis próbát végzünk. Tehát itt megnyitok egy már kész alkalmazást, vagy kész ilyen tevékenységet. Ez az a címe, hogy hol a téma hét. És arra kérlek titeket, hogy a mobiltelefonotokkal olvassátok le ezt a QR kódot, ami itt bízvást látszik. Jó, az iránt érdeklődöm, hogy sikerült-e beolvasni ezt a QR kódot, és hogyha beolvastátok, akkor azt kell látni, hogy egy kicsit el kell mozdítani általában jobbra a mobilt, és akkor hirtelen meg fog jelenni, meg kell nyitni ezt a QR kódot, tartalmat a Metaverse applikációval, és akkor ugye megjelenik ez a robot, a robot közepén van egy ilyen lejátszógomb, ha azt elindítjuk, akkor jobbra vagy balra mozgatva a mobilt megjelenik a kiterjesztett valóságban a robot, ami azt mondja, vagy azt kérdezi, hogy a Holdon is lesz digitális témahét. Látjátok ezt a robotot és a feliratot? És alatta egy rózsaszín gombot, amire az van írva, hogy hoppá. Többen írják, hogy igen. No, hát ez ugye egy olyan, hát egy ilyen kis valami, amit én készítettem. Ilyet fogtok mindjárt készíteni ti is. És ugye ez úgy működik, hogy mint általában kiterjesztett valóság esetében, hogy a mobilon vagy tableten keresztül látszik, és mögötte ott van a rendes világképe is. Ha megnyomjátok a hoppá gombot, akkor utána betöltődik egy újabb tartalom. Itt időnként lehet, hogy kell egy kicsit várni, illetve mondom, hogy ha osztályba csináljátok, és nem olyan nagyon gyors a wifi, akkor elképzelhető, hogy többet is kell várni. Ugye, ha látjátok, megjelent egy kis naprendszer, és azt írta ki fölé, hogy mindenhol kedves barátom. Tehát képzeljétek el, hogy el lehet helyezni a gyerekek körül térben ilyen kis valamiket, amikből tulajdonképpen feladatok is lehetnek, egészen komplexek is, és hát nagyon kiváló ez a lehetőség arra, hogy szabaduló szobához is használjuk ezt az alkalmazást. Most akkor azt fogjuk tenni, hogy közösen elkészítjük az első ilyen alkalmazásunkat, vagy hát itt élménynek
nevezi, de igazából legyen ez egy feladat. Tehát az volna a cél, hogy ha be vagytok lépve ti is, akkor itt a jobb felső sarokban van egy olyan gomb, hogy Create Experience. Egészen a jobb felső sarokban, itt mutatom, és hogyha erre rákattintunk, akkor belemegyünk a szerkesztőjébe ennek a metaversnek. Ha valaki elakad valahol, vagy kérdése van, írjon a chatbe, legyen szíves. Tehát ez a szerkesztő, amit most látunk, itt tudjuk megalkotni, hogy milyen legyen az, amit készítünk. Tehát itt mindenről dönthetünk, vagy minden kialakítható. Hát nézzük meg az elsőt, a legegyszerűbb megoldást, amit most is láttunk, hogy mondjuk, hogy elhelyezünk valamilyen információt ide a virtuális térbe a gyerekek számára. Tehát akkor itt van ez a mobiltelefonhoz hasonló kép, és akkor először is döntsük el, hogy milyen látványelem fogadja először a felhasználót. Hát ez lesz itt ez az első képünk. Itt erre a kerek gombra, ha rákattintunk, akkor mindenféle ilyen grafikákat lehet találni, és itt lehet keresgélni is közte. Négy kategória van. Van ilyen 3D-s, a 3D-sből is van jó néhány. Vannak animáltak. Az animáltból nincs olyan sok, ugye most felismerhetitek, innen származik a robot is, meg a naprendszer is. És van ez a ilyen érdekes ilyen kis rajzocskák, ilyen kicsit ilyen viccesebb, rajzfilmesebb megoldások. Na most én visszamegyek a 2D-hez, ilyen egyszerű képekhez, és ezt a tortát választom, ami itt van a jobb sarokban, és legyen mondjuk az a közlésünk, hogy boldog születésnapot. Tehát ez nagyon egyszerű, mert születésnapja majdnem mindenkinek van, úgyhogy az jó lehet. Na most a torta, választok ti is egy bármilyen ilyen grafikát. Most a torta fölötti részen van egy hely, ide kerül egy felirat tulajdonképpen, amit kiírunk a felhasználónak, hogy vajon milyen nap van ma. Ezt fogja kiírni, és akkor ha azt szeretnénk, hogy jöjjön egy újabb felirat neki, ahol az is szerepel, hogy boldog szülinapot, akkor egy újabb képernyőt, egy újabb jelenetet kell fölvennünk ide. Tehát ez lesz az első látvány, ez, amit most ideírtam. És hozok még egyet, itt a jobb felső sarokban plusz add new gombot találjátok, ezt meg kell nyomni, és akkor lehet választani egy új jelenetet. Na most az első, az a karakter szín, az lesz az, ami nekünk szükséges. Ha megnyomom, akkor megint lett egy ilyen tortás ilyen látvány. De most a tortát azért cseréljük le, mert kétszer ne legyen ugyanaz a torta. Ezt úgy kell, hogy rákattintunk, és itt van egy kis ceruza vagy toll, és akkor választhatunk egy újabb valamit. Én ide beírom a keresőbe birthday, és akkor megnézzük, hogy van-e valami másik fajta
örömködés is itt. Hát van itt ez a nagyon cuki figura, ezt választom. Nem tudom, hogy mindenki látja-e a figurát. És a figura majd mondja azt, hogy boldog színapot. Tehát ennyi lesz a mi kis első ilyen tulajdonképpen információ közlő alkalmazásunk, de ugye még nem oldottuk meg azt, hogy hogy kerül át a tortából a figurához. Ehhez használni fogunk egy gombot. Ugye emlékeztek, a hoppá gomb is egy gomb, egy olyan átvezető volt a naprendszeres jelenetre. Tehát itt a torta alatt van egy téglalap. Ha erre rákattintunk, akkor ilyen kék lesz, és ezzel létrehoztunk egy gombot. Ez egy nyomó gomb, és a nyomó gombnak a tulajdonságai rögtön megjelentek itt a jobb szélén a lapnak. Tehát érdeklődöm, hogy lehet engem hallani, mert van, aki azt írja, hogy nem hall. Igen, jó. Tehát jobb oldalon itt látszik, hogy egy ilyen szöveg van ott, hogy text, és alatta ilyen szürkén egy button response. Na, ha oda azt írjuk, hogy ugye vajon milyen nap van ma? Na, milyen? Akkor ugye ez megjelenik a gombon. Látjátok, ez lesz a gomb felirata, hogy na, milyen. Most azt kell eldöntsük, hogy ha megnyomja a felhasználó a na, milyen gombot, akkor mi történjen, hogyan haladjon át tovább egy másik jelenetre. Ehhez ugye az kell, hogy itt van egy ilyen a na, milyen alatt jobb szélen, hogy transition control, és alatta meghatározhatjuk, hogy hogyan tovább, hogyan lépjen tovább. Még mindig a gombról beszélek, tehát a na, milyen gomb megnyomásával mi történjen. És az első lehetőség itt a legördülőbe az az, hogy do nothing, ne csinálj semmit. A transition to scene az azt jelenti, hogy átmenet egy másik ilyen jelenetbe, ezt fogjuk használni, és ugye ezeknek a jeleneteknek van száma is, látjátok itt szín 1, szín 2, itt a tetején van picivel, de itt van egy új, amitre itt rámutatok most, ha ezt megnyomjátok, és rákattintotok a második jelenetre, akkor látható, hogy összekötötte a kettőt egymással. Ezt nem fogom ilyen lassan mondani máskor, de ez most először van, úgyhogy jó, ha ezt így látjátok részletesen. Sikerült-e mindenkinek ezt az átmenetet? Krisztina írja, hogy sikerült, nagyon jó, remélem a többieknek is. És akkor megvan a boldog szülinapot, ott mozog a kis figura, és hát célszerű valahogyan lezárni ezt a történetet. És egy újabb gombot fogok használni. Mindjárt elmondom, hogy mit csináltunk eddig. Tehát itt ezen a jeleneten is van egy gomb, tehát a figura alatt van ez az üres téglalap, amint rákattintok, gomb lesz belőle. És akkor ilyen kék gomb ő, és itt írunk rá feliratot, mondjuk azt írom rá, hogy viszlát. Tehát ezzel búcsúzunk tőle, és utána nem egy újabb jelenetre visszük át, hanem azt mondjuk, hogy a transition control-nál azt mondjuk, hogy end experience. És ezzel készen is vagyunk az első
kis játékunkat. Közben a chatbe beteszem, ez a szerkesztő, valaki elvesztette volna. Tehát mit csináltunk? Készítettünk kettő darab jelenetet. Hogyan? Úgy, hogy itt az Add New-t hívtuk elő jobb felső sorokban. És a jeleneteken van a tetején egy szöveges ablak, egy szöveges buborék, oda beírtunk egy szöveget, középre választottunk egy alkalomhoz illő grafikát, alul pedig gombot hoztunk létre, úgy, hogy megnyomtuk azt az átlátszó téglalapot, és akkor ilyen kék lett a gomb, és a gombra ráírtunk egy feliratot, és itt jobb oldalt eldöntöttük, hogy a gomb vezessene tovább egy másik jelenetre, vagy legyen vége ennek a történetnek, ennek a kis alkalmazásocskának, és akkor ezt az End Experience-t használtuk. Jó, tehát ez ennyi. Na most, itt van fönt egy ilyen, hogy test. Itt egészen fönt a Publish-tól balra, hogy test, ha megnyomjátok, akkor ki tudjátok próbálni a mobilotokon, hogy ez működik-e. Kérem, hogy tegyétek meg. Aki egy kicsit esetleg lemaradt, annak pedig megmutatom még egyszer, hogy egy kicsit összefoglalom, hogy mi volt eddig. Tehát jelenetet úgy hoztunk létre, hogy egy volt alapból, és egyet mellé az Add New-val hoztunk létre, és itt kiválasztottuk az elsőt, a karakter színt. A többiből is fogunk néhányat használni mutatóban. És akkor, ha felső felére kattintunk, ott lehet szöveget megadni, ha a középső részére, akkor ott tudjuk a grafikát változtatni, és a gombra, erre a téglalapra kattintva tudunk gombot létrehozni. Na, többen írják, hogy sikert arattak. Kész, megvan az első. Na most még nem vagyunk kész. Bal oldalon fönt van egy olyan, hogy Untitled Experience. Ha oda kattintotok, akkor oda beírhatjátok a nevét. Ugye én azt írtam, hogy szülinap, és még most nem használhatja országvilág, hanem ehhez kell a publish gomb. Itt fönt van ez a publish gomb, és akkor itt van, hogy szülinap, ide a leírásba beírom egy mintafeladat, és megnyomom a publish-t, és most van kész, tehát most kapott egy olyan QR kódot, amit aztán lehet itten osztani országvilágnak, ugye? Meg itt van ez a share link, ez a ahol itt a Facebook meg a Twitter logó van, ezt a linket lehet küldeni, tehát az is lehet, hogy linkből nyitja meg, de hát, hogy mondjam, stílusosabb mobilon, tableten a QR kódot megnyitni. Na most, ha az alatta nézzük, a Studio Link, az pedig a szerkesztető változat. Jó, tehát azt most nem nézzük. Ennyi, ez volt az első alkalmazásunk. Most itt a bal felső sarokban az M betűnél van egy visszafele nyíl. Én oda fogok kattintani, és kimegyek ebbe a fő menübe, mert egy új feladat következik. Egy érdekesebb feladat, olyan feladat, amit szabadulószobában lehet, szabadulószobás alkalmazás során lehet használni. Ez egy kicsit bonyolultabb lesz, de már nem lesz nehéz, hiszen elkezdtük, és az alapok megvannak. Tehát megint azt kérem, hogy ezt a Create Experience-t nyomjuk meg, és megint nulláról kezdjük, és
és hát csináljunk egy újabb feladatot. Ennek a feladatnak az lesz a, már most tudom, hogy az lesz a címe, hogy jelszó, vagy az, hogy mi a jelszó, nem tudom. És akkor ez lesz az első jelenet, tegyünk ide egy képet. Hát én ezt a stop táblát fogom ide tenni. És akkor ide fölülre pedig azt írjuk, hogy, hello, vándor. Itt a kapu zárva van, ha csak nem tudod a jelszót. És akkor ugye ez lesz az első jelenet, ami várja a felhasználót, és akkor ide is kell egy gombot tenni, ugye, hogy lépjen tovább. De ugye a jelszó az ahhoz, hogy kitalálja, adnunk kell neki egy kis segítséget. Tehát, ha csak nem tudod a jelszót, kapsz egy kis segítséget. És akkor most két gomb is lesz. Az egyik gomb arra lesz, hogy megnézze a jó barát, a vándor megnézze a segítséget. A másik gomb pedig arra lesz, hogy megpróbálja beírni a jelszót. Tehát itt most nem elég egy gomb nekünk, hanem kettő kell. És itt jobb oldalon mutatom nektek, hogy a gomboknak az alakja lehet ilyen vízszintes, meg ilyen négyzet, meg ilyen kis kör. Úgyhogy több is van. Én maradok ennél a vízszintesnél, de ez ugye változtatható. Plusz itt lehet a színeken változtatni, hogyha más színűt szeretnék. Most én ezt a lilát választom. De mint mondtam, kettő gomb kell, tehát kétszer kattintok erre a átlátszó téglalapra. Na, először kattintsunk a felső gombra, és ugye oda pedig odaírjuk, hogy lássuk a segítséget. Az alsó gombra pedig odaírjuk, hogy beírom a jelszót. Ugye ezeknél a feladatoknál óhatatlanul elágazások lesznek. Tehát itt egy kicsit fejben ki kell találni, hogy mi miután fog következni. Tehát először is lesz egy segítségjelenet, tehát az Add New-nál behívok megint egy ilyen karakter szint, egy ilyen egyszerűt. Ez lesz a segítségjelenet. És szükségem lesz egy másik irányra, ahol majd beírja a jelszót. Nem mondom, gyorsan lehet követni. Tehát ez lesz a segítség. Ehhez először egy rajzot fogunk választani a stop tábla helyett, tehát rákattintok ceruza, és keresünk valami olyan rajzot, ami alkalmas lesz nekünk. Ezt a szobrot fogom itten választani, ezt a New Yorki szobrocskát, és fölülre odaírom, hogy mit ábrázol a szobor. Ugye hát a szabadság szoborról van szó. Tehát akkor ugye az világos, hogyha az első
jelenetről, amire most rákattintok. Annál a gombnál vagyunk, hogy lássuk a segítséget. Ugye, akkor a segítséget ide kell küldeni, tehát erre kell, erre a jelenetre küldeni, akkor itt jobb oldalon már ismerjük ezt a újat, megnyomom, csak vigyázat, legyetek az első jeleneten rajta, azon a gombon, hogy lássuk a segítséget. Nyomom a gombot, és kattintom a második jelenetet. Tehát így fog eljutni ide. Ha megnézte a szobrot, akkor ugye vissza kell küldeni az első jelenetre, hogy rendben van, megnézte. Tehát az első lépés az volt, hogy az első jeleneten kattintottam a Lássuk a segítséget gombra, utána pedig itt jobb oldalon a nyíl, vagy a újacska, és kattintottam a második jelenetnél. A második jelenetre teszek egy gombot, amire annyit írok, hogy oké, okay, vagy oké, okay, vettem, és visszaküldöm az ujjal ide az első jelenethez. Tehát most annyit csináltam, hogy a Lássuk a segítséget gomb elküldi a szoborhoz. Ha a szobrot megnézte, és vissza akar menni az első jelenetbe, akkor megnyomja az oké, vettem gombot. Most jön az, hogy megpróbálja beírni a jelszót. Most egy olyan jelenetet fogunk kipróbálni, amilyet még nem próbáltunk. Tehát azt kell figyeljétek mindig, hogy a kettőt úgy fűzitek össze, hogy mindig akkor tudod a következő jelenetet társítani a gombothoz, ha ott vagy rajta az első jelenet adott gombján. Tehát hogy tudom küldeni a szoborhoz? Úgy, hogy itt bal oldalon ki van választva az a gomb, hogy lássuk a segítséget, és akkor tudod az ujjal rámutatni a szobros jelenetre. Na most nézzük, hogy beírom a jelszót, gomb mire fog vezetni, vagy mi fog történni. Hát ugye kérünk egy új jelenetet, és ez a jelenet, ez most nem mutatni fog valamit, hanem itt begépelni kell majd valamit. Tehát van ez a text input szín, ezt fogjuk itt választani, ide lehozom, hogy külön legyen. Összekötést úgy lehet törölni, hogy rámész itt a nyílnál, és választasz valami másikat helyette. Tehát beírom a jelszóthoz, ugye készítettem egy, vagy hoztam egy új jelenetet, ami egy text input szín, tehát szövegbeviteli jelenet, és akkor ezt kell összekapcsolni, ugye beírom a jelszótra kattintok, jobb oldalon újacska, és most ide kattintotta, tehát ide a billentyűzetre fogja hozni. Most az egy kicsit snasz, hogy a jelszó beírásakor pont a szabadságszókor látszik, úgyhogy az nem jó, az kicserélem valami másra, mondjuk erre a macira. Most ugye ott tartunk, hogy vagy megnézi a szabadságszobrot és visszatér, vagy beírja a jelszót. Most akkor meg kell nézni, hogy a jelszó helyes-e vagy sem. Ehhez megint egy új elemet fogunk behozni, az ezúttal nem egy jelenetet, tehát add new megint,
És itt most lejjebb kell egy kicsikét menni, és van egy ilyen csoportok vannak tulajdonképpen itt, eddig ezt nem néztük. Itt vannak alul különböző blokkok, meg falak, meg szöveg, meg ez az amaz. Itt olyan sok minden van, ezeket én sem ismerem, mind nem próbáltam ki, rengeteg mindent lehet, komoly játék készítési funkciók is vannak. Hát ezeket én nem ismerem mind, én is egy alapszinten próbáltam ki, amennyi, hogy oktatás szempontból rögtön hasznos. Tehát most mivel szöveggel dolgozunk, erre a text részhez kell menni, és van egy ilyen, hogy check text response, amin egy nagyító van. Azt választjátok ki, és fogtok kapni egy ilyen kis négyzetet. Ez a négyzet fogja ellenőrizni, hogy jó-e a beírt jelszó, vagy pedig nem. Na most, ha nem jó a jelszó, akkor visszaküldjük ide a stop táblához. Ha jó a jelszó, akkor megdicsérjük, úgyhogy egy ilyen dicséret jelenetet még ide kerítünk. Az egy ilyen sima, eddig is ismert karakter szín lesz. Ez a maci jött. A maci helyett valami mást fogok választani. Mondjuk ezt a vigyorgó arcot. Tehát ott tartunk, hogy össze kell kössük most már itt a dobozokat, de nem lesz most már nehéz, mert ugye a stop táblából az első részben megcsináltuk, hogy elmegy a szoborhoz, majd onnan a szobortól visszajön, ha megnézte. Itt pedig beírom a jelszót, ide jön a macihoz, ahol egy billentyűzet van. Innen pedig átvezetjük ehhez az ellenőrző dobozhoz. Szokásos módon történik. Kiválasztom. Most rámegyek erre a kis dobozkára, és most meg kell mondanom, hogy mi a jelszó. Tehát most az lesz a jelszó, hogy szabadság. Tehát itt a jobb oldalon, erre, ha rákattintottál erre a kis négyzetre, a jobb oldalon be tudod hívni ezeket a tulajdonságokat. Tehát itt van, hogy text to check for, tehát ide kell beírni a jelszót. Beírom, hogy szabadság, így ékezetlenül. Egyszerű legyen. Itt alatta be lehet állítani, hogy fontos-e a kisbetű, nagybetű. Ha ez így be van kattintva, akkor fontos, akkor különbözik. Ha nem, akkor nem. Most pedig megadjuk, hogy mi történjen, merre menjen tovább, ha helyes a jelszó, és merre, ha nem helyes. Ha helyes a jelszó, ez az unresponse contains, megnyomom az ujjacskát, és ide a vigyorgó archoz küldöm. Ha pedig nem jó a jelszó, ez a unresponse does not contain, akkor visszaküldöm ide a stop táblához. Most már kezdenek kuszálódni a vonalak, de nem olyan borzasztó bonyolult. Talán. Még egy dolgunk van, mint látjátok itt a arcocskánál nincs vége az ügynek, tehát még ide teszek egy gombot, amit eddig is használtunk, hogy viszlát. És a viszlátnál nem a transition to scene van, hanem end experience. Kész. Tehát létrehoztunk egy olyan feladatocskát, vagy tevékenységet, ami tulajdonképpen szövegbevitelre épül, és tulajdonképpen egy jelszót lehetett beírni. Na most, hogyha itt egy szabadulószoba van, akkor mondjuk a jelszó beírása után nem egy ilyen vigyorgó arc van,
hanem egy újabb információt árulunk el, hogy hol van a elásva kincs, vagy valami ilyesmi. Tehát a fantáziátok végtelen, úgyhogy itt tényleg végtelen mennyiségű lehetőség van. Szeretnétek-e, hogy elmondjam még egyszer a folyamatot, vagy teljesen világos volt? Aki úgy érzi, hogy oké, okay, az a teszttel tesztelheti is. A macis képnél. A macis kép ugye az egy szövegbeviteli jelenet. Itt az add new-nál nem a karakter szint, hanem a mellette levő text input szint kellett használni. És tulajdonképpen az elsőnél, ugye a beírom a jelszót gomb küldte át az embert ide, innen pedig ment tovább erre a check text response négyzetre, ami ellenőrzi, hogy a beírt jelszó, itt beírja, bebillentyűzi a jelszót. Most persze érdemes neki odaírni fölé, hogy ékezet nélkül. Mert ugye azt írtam, hogy szabadság. És akkor a check text response szépen ellenőrzi, honnan itt beírtuk neki, hogy az, hogy szabadság, az a jó megoldás. Itt leírtuk, hogy nem kell, nem érdekes, hogy kisbetű vagy nagybetű. Ha jó, akkor megy tovább a vigyorihoz. Ha rossz, megy a stop táblához, és mehet megint nézni a szobrot. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Ha nincs, akkor a publish gombbal tulajdonképpen megint elmentjük, beírom, hogy minta, feladat, és publish. Gombot úgy lehet törölni, mutatom, hogy jobb gombbal delete, és akkor eltűnik. Akkor egy újabb játék következik. Itt fogjuk használni a felhasználó használja a kameráját, és fényképezni is fog. Ezt például nagyon ajánlom szabad téren is. Arra nem biztos, hogy lesz idő, de elmondom, hogy ez a metaverse képes korlátozni a használatot földrajzi hely szerint is. Tehát hiába adod oda a QR kódot mondjuk a gyerekeknek, csak akkor tudja az adott feladatot megnyitni, ha egy adott helyen van. Tehát ha elmentek sétálni a városba, vagy a hegyekbe, vagy nem tudom, akkor meg tudod határozni, hogy mondjuk csak a hősök terén, vagy a hősök tere közepén 30 méteres körzetben, egy 30 méter sugarú körben jelenjen meg ez a játék. No, akkor jöjjön egy újabb feladat. Az újabb feladat az fotózás fogja bemutatni. És tulajdonképpen egy olyasmit fogunk csinálni, hogy mondjuk le kell rajzolni valamit, és azt le kell fotózni, és be kell küldeni. Hát ennek a feladatnak az lesz a neve, hogy híd, de azért, mert most ezt találtam ki, egyébként bármi lehet. Ide beírom, hogy bridge a keresőbe. Itt nagyon sok minden van ám. A
a képek között, ezzel most nem nem tudok foglalkozni, hogy megnézegessük őket, tehát itt több száz dolog van, úgyhogy nem nézzük ezt meg. A hídak közül választok egyet, hát mondjuk ez a Tower Bridge, ez tetszik nekem. Ezt választottam, és itt megjelenik. És akkor az lesz a feladat, hogy rajzold le a hidat. Ugye beírtam a szöveget odafent, és most megint szükségem van egy bizonyos gombra, tehát hogy elküldjük a gyereket oda, hogy elkészítse az ő kis fényképét. És ezen kívül most még két gombra lesz szükségünk, tehát összesen három gombot készítsetek el. Egy, kettő, három. És az egyik, az első gomb, a legfelső, legyen az, hogy mondjuk offline módon elkészítette a rajzát, ugye, valahova, és akkor azt mondja, hogy kész a rajzom. Tehát itt majd elküldjük egy helyre, ahol ő megoszthatja a rajzát. A második gomb az lesz, hogy megnézem a többiek rajzait, és az utolsó gomb pedig az lesz, hogy viszlát. Ezt már ismerjük. Egy ilyen lezáró gomb. Ezt az utolsót már ismerjük. Itt az End Experience-be is állíthatjuk. Na nézzük, hogyha kész a rajzom, akkor mi történik. Akkor hozunk egy új jelenetet, és megint egy újabb fajtát. Nagyon könnyű kitalálni, hogy melyikre lesz most szükség. Erre a kamera színre, ugye ez lesz, az látszik is, hogy ilyen kamera van, vagy ilyen mobil van a gyerek kezébe. Tulajdonképpen ez selfie-re van így kitalálva, de most ebben az esetben nem selfie-re fogjuk használni. Na most kössük össze a kész a rajzomat ezzel a második jelenettel. Tehát rákattintottam a gombra, megnyomom az ujjacskát, és rákattintok erre a fotózósra. Ha rákattintok erre a fotózós jelenetre, akkor itt beállíthatok bizonyos dolgokat, például azt, hogy melyik kamerát szeretném használni, tehát a hátsót, vagy az előső kamerát. Na most mivel most rajzról van szó, tehát nem selfit szeretnénk, akkor ugye nem a front kamera, hanem a hátsó kamera szükséges. És itt beállítom, hogy csak fotókat kérek, más nem. Oké, na most. Jön egy újabb kis blokk, ami azt fogja megoldani, hogy ez a fotó, ez kerüljön föl egy úgynevezett fotófalra. Tehát egy olyan helyre, amit mindenki lát, aki ezt az alkalmazást megnyitotta. Ehhez két dolgot fogunk föltenni most ide a táblára. Az egyik, a Add New-val van egy ilyen, hogy wall szín, ez a ilyen színes
téglalapok vannak benne, ez a wall szín lesz az egyik. Media wall, az van ráírva, tehát ez lesz a fotófal, ezt ide így leteszem. És még egy másik kis blokkocska kell. Itt a walls-ban van ez a save to wall. Ez csak annyit csinál, hogy a már meglevő képet egy falra, egy, hát egy virtuális falra teszi föl. Ez is egy ilyen kis négyzet lesz, amilyen volt a szövegbevitel. Na, ide kihoztam. Ugye akkor az a helyzet, hogy ezt a fotózós jelenetet össze kell kötni ezzel a Save to Wall-lal. A Save to Wall pedig ugye össze kell kötni ezzel a média Wall nevű valamivel. Itt érdekes, hogy itt nem látszik a kapcsolat, tehát itt hiányzik egy része ennek a szakasznak. Nem tudom, hogy ez miért van így. Na de, ahhoz, hogy nekünk legyen saját falunk, ahhoz ugye itt ki kell választani, hogy ez a fal, ez milyen fal lesz tulajdonképpen, tehát most kiválasztom ezt a négyzetet, és itt meg kell mondani, hogy melyik falra küldjed te ezeket a fotókat. Most nincsen ilyen falunk, nekem van néhány falam, de most létrehozok egy újat, New, és az lesz a neve, hogy Hidak. És azt mondom, hogy Create All, és ezáltal létrejön egy Hidak nevű falam, oda fogja innen küldeni, amikor meg átjövök ide, itt kiválasztom, hogy ő melyik falat szeretném, ha mutatná, és kiválasztom itt a Hidakat. És mindjárt ki fogja írni, hogy Hidak, és hát még most nincs rajta semmi, de majd később lehet, hogy lesz. Na most ne felejtsük el, hogy a nyitó jelenetben még volt egy gombunk, hogy megnézem a többiek rajzát. Most már tudjuk, hogyha ide kattintok, akkor ide kell küldeni erre a falra, erre a hidakra. Tehát újacska, hidak, és ide küldtem. Mondom, itt egy ilyen pont van, ide fut be innen is, meg innen is. Itt ez a rész olyan, mint hogyha nem lenne, de ott van valójában. Most már, hogyha valaki akarja, tulajdonképpen készen vagyunk, hát még egy ilyen kedveset lehet csinálni, hogy a végére teszek egy olyan ide, hogy köszi a rajzot. És ide még teszünk egy viszlát gombot, itt is el lehet hagyni a játékot, beállítom, hogy End Experience, és ezt a hidakat összekötöm ezzel a köszi a rajzottal. És akkor tulajdonképpen meg vagyunk. Ki is lehet próbálni. Egy dologra számítsatok azonban, hogy a képek lassan kerülnek oda. Tehát ez nem gyorsan megy, tehát eltelik egy kis idő, nem mértem, hogy mennyi, de ahányszor próbáltuk kollégákkal, ilyen szakmai műhelyeken például csináltuk, mindig az előző szakmai műhely képei jelennek ott meg. Persze figyeljünk a GDPR-ra, figyeljünk arra, hogy itt kiskorúak vannak, ez természetes, de tulajdonképpen egy ilyen fotófal teljesen működik. Még egyszer volt egy nyitó jelenet, az három gombbal, az első gomb elküldte egy ilyen fotó készítő oldalra vagy jelenetre az embert, itt elkészül a fotó,
itt beállítottuk, hogy melyik kamera legyen használatban, azt is, hogy csak fotó készüljön, és tovább küldtük erre a Save to Wall kis négyzetre. Ez teszi meg, hogy a meglevő fotót egy gyűjtőhelyre, egy úgynevezett falra, wall, teszi föl. Ehhez kellett egy ilyen Media Wall nevű jelenet, és azt tettük még, hogy létrehoztuk New gombbal a Hidak nevű falat, és itt kiválasztható, hogy a korábbi falakra is lehet tenni, tehát mondjuk Erdei iskola nevű fal, és akkor oda lehet tenni egyszer, nem tudom, rovarokat fotóztunk, egyszer pedig lerajzoltuk a fűszfát. Azt nem tudom, hogy mennyi fér mennyi kép fér egy ilyen falra, azt sajnos nem tudom. És akkor utána, hogy nehogy itten szomorúság legyen, elküldtük, hogy köszi a rajzot, és onnan ki lehetett lépni, vagy pedig a nyitó jelenetnél, hogyha valahogy ott már csak a rajzokat szeretné valaki megnézni, akkor egyből a falhoz lehetett küldeni. Szóval megnézem a többiek rajzát. Hogyha nem jó sorrendben van a gomb, az nem baj tulajdonképpen, de ha változtatni szeretnél a gomb sorrendjén, akkor jobb egérgombbal kattints a gombra, és a move up fölfele viszi egyen, és a move down egyen lefelé viszi. Nem kötötte össze az egyes jeleneteket, úgy csinált, hogy először kijelölött, hogy honnan indul, és utána ezzel az ujjal tudod megjelölni, hogy mi a célpont, hova kell mennie. Na most megmutatom a GPS-t is. Fotót is tölt fel nagyon jó, ügyesek vagytok ám. És akkor megmutatom, hogy a GPS-t hol lehet beállítani. Szerintem ez már haladó szint, de végül is egyszer van webinárium, úgyhogy ha készen vagyunk ezzel, adtunk nevet, minden, a publish-sal, ugye, a publikáció az azt jelenti, hogy közzéteszem azt, amit készítettem, és akkor ugye onnantól kezdve van neki QR kódja. A QR kódot ki tudod nyomtatni, be tudod tenni bármibe, ki tudod ragasztani, tehát onnantól a gyerekekkel már azt csináltok, amit akartok, tehát akkor már rugalmasan lehet használni. Na de hogyan lehet a GPS-t beállítani? Ezt most így megmutatom, de nem fogjuk, csak hát ezt így megmutatom. Tehát van itt ez a Publish Experience, aminél most vagyok én. Ha megnyomjátok ti is a Publish-t, akkor ide fogtok. És van ennek egy haladó része, ez az Advanced, itt rákattintok, és akkor ez fog itt történni. Van itt minden finomság, például az, hogy itt döntheted el, hogy milyen szép kerete lesz itt ennek a hidas történetnek, mondjuk lehet ilyen rózsaszín, meg nem tudom mi, itt még át is mozgathatod, ilyen lesz. Na de nem ezt mutatom, hanem azt, hogy van itt egy ilyen, hogy public, part of a group és unlisted. A GPS-hez ez a part of a group kell, és miután ez megvan, akkor még megjelent itt ez a group. Itt ugye definiálni kell egy csoportot, tehát azoknak a csoportja, akik ezt megtekinthetik, ezt a kis élményt, amit készítettél. Tehát azt mondom, hogy new, létrehozok egy csoportot. Mondjuk azt a csoportot, hogy Erdei iskola. Mondjuk abban az érdekes Erdei iskola, ahol a Tower Bridge van, de most tekintsünk el. Tehát létrehoztam egy Erdei iskola nevű csoportot, és itt két beállítási lehetőség van. Mondom, ez haladó egy kicsit.
Az egyik, ez az allow repeat interactions, ez azt jelenti, hogy ugyanazt a QR kódot többször is be lehet olvasni, és végig lehet csinálni a játékot, de ami nekünk kell, ez a require proximity, ez azt jelenti, hogy valaminek a közelsége kell. És akkor itt, ha ezt bekapcsoltam, akkor van egy add GPS location, és csodák csodájára megjelenik egy térkép. Ez a térkép, ez Austin városa, de nekünk közelebb van Budapest. És akkor mindjárt megjelenik itt szépen Budapest. Jó, mindenki azt ír be, amit akar, persze. És keresek valami zöldet. Hát ezt a zöldet, nem tudom, melyik része zöldebb, de mondjuk itt lesz az a hősök tere, jó lesz. Látjátok ezt a kék kis bogyót és az M betűt, és most ide teszem a hősök tere terén levő emlékmű elé, és azt mondom, most akkor ennek a pontnak a 30 méter sugarú körében kell lennie, ahhoz, hogy megjelenjen egyáltalán ez a feladat. Select, és itt le is van írva tizedes formájú koordinátákban, hosszúság és szélesség formájában, és ott van, hogy 30 méter rádiusz. És hogyha azt mondjuk, hogy publish, akkor onnantól kezdve ez a játék GPS koordinátához kötött. Hát igen, lehet, hogy az elején nem kell publikussá tenni, mert ugye a listában megjelennek ezek mind. Hogyha kilépünk ide, akkor itt a Discover-ben például rengeteg mindent lehet fellelni, tehát másoknak az elkészített dolgait, tehát rengeteg minden van. És akkor, hát nem tudom, hogy belefér-e még egy dolog, mert egy picit időben az idő egy kicsit eltelt. Egyet még megmutatnék, egy alkalmazást, és ez egy picit gyorsabban, mert nagyon hasonló lesz az előzőhöz. Ez mégpedig ez egy szavazás lesz. Tehát választok megint egy képet, és keresünk egy sárkányt, tehát beírom, hogy dragon, és valami durvább sárkányt keresek, ami nem olyan kedvesen néz ki. Mindegyik elég kedves, talán ez. Jó. És akkor az lesz a kérdés, hogy ki ölte meg a sárkányt. Tehát ez egy szavazás, amit csinálunk. Na most, a szavazáshoz négy dolgot lehet jelölni, és választom most a gombokhoz ezt a ilyen négyzeteset. És akkor létrehozok négy darab gombot. Az első gomb az lesz, hogy a királyfi, a második gomb az lesz, hogy a királylány,
És a harmadik gomb az lesz, hogy a rendszergazda. És a negyedik gomb az lesz, hogy egyéb. Na, akkor most ugye be kell gyűjteni a szavazatokat, és nézzük, hogy ehhez milyen jelenetekre, milyen elemekre van nekünk szükségünk. Megint csak hasonló a helyzet a fotófalhoz. Itt is egy falat fogunk használni, csak itt nem a fotókat fogjuk megjeleníteni, hanem a szavazatokat tulajdonképpen. És ehhez szükségünk van egy olyan elemre, ami itt a polls-nál van, tehát a poll az a szavazást jelenti, és van egy ilyen, hogy record vote. Tehát a use gombot megnyomva, ugye ez azt jelenti, hogy rögzítsük a szavazatot. Na hát ez nem egy bonyolult dolog. Hova rögzítsük a szavazatot? Ugyanaz a történet, mint a fal esetében, csak mint a fotófalnál, csak ezt poll színnek hívják, itt van mellette, és ezt ide behúzom. Nézzük tehát a gombok mit csinálnak. A királyfi gombra mutatok, megy ide a record vote-hoz. A királylány szintén oda megy, a rendszergazda szintén oda megy, és az egyéb az azt jelenti, hogy majd ő beírhatja maga, hogy kire tippel, de az nem ide megy, az valahova máshova megy. Viszont a record vote-ból a kimenet az ebbe a poll, egy ilyen szavazatszámlálós, ilyen falszerűségre fog vezetni. Csak mint a fotófalnál is, a new-val létre kell hoznunk itt egy új szavazást. Beírom ide, hogy gyilkos. Ez lesz a falnak a neve, és innen ebbe a falba küldjük majd a játékosokat, csak itt ki kell választani, hogy a gyilkos nevű falról van szó. És akkor és egy kicsit így eltűntek a, vagy megint ilyen, itt nincs eléggé vonal, de jó lesz. Jó, és akkor miként már csináltuk a fal megtekintése után a tulajdonképpen elküldjük a játékos. Tehát ide kiteszi a szavazatot, és utána létrehozunk egy ilyen jelenetet, és odaírjuk, hogy köszi. És ezzel a gombbal pedig visszaküldjük, nézzük a tippeket. És akkor visszaküldjük erre a falra. És csinálunk még egyet, és akkor az lesz a lezárás. Viszlát. Másképp is lehet, de most ezt találtam. Jó, és hogyha ez megvan, ugye akkor már majdnem mindennel készen vagyunk. Kivétel az, hogy megadhatja ő is, hogy szerinte ki a gyilkos. Ilyet már csináltunk, egy szövegbevitel következik.
itt van ez a text input szín, kicsit elcsúszott, itt van, és az egyebet, az egyéb gombot elküldjük ide, és ezt pedig, ami után begépelte, ezt pedig elküldjük ide a szavazat rögzítő állomásra. És onnantól kezdve, ha elkezdik ezt használni, ezen a falon megjelenik a szavazás eredménye. Adunk neki címet. Sárkány. És készen vagyunk. Hát még sok mindenről nem esett szó, de hát nem is szeretnék visszaélni az időtökkel. Vannak itt még más lehetőségek, például a YouTube videót is le lehet játszatni, de hát majd ez egy későbbi időpontban talán. És akkor szeretnék nektek adni még valamit. Én elkészítettem ennek a mai napnak a egy kicsit a rövid összefoglalását egy végletgyűjteményben, úgyhogy ezt szeretném megosztani veletek.